az, amit ő csinál, az valójában emberfeletti. Nagyon sokat harcol, nagyon sokat küzd, tényleg éjjelét nappal át miértünk teszi. Mennyiben kapott felhatalmazást ez a liga erre? Hát egy nem létező alapítvány nevébe járt el. Engem ki lehet készíteni idegileg, el lehet készíteni, el lehet csinálni. Hát miért? Ki volt az, aki csalt? Ki volt az, aki csalt? Nem én voltam, aki csalt. Hát akkor miért nincs itt a pénz? Be kell bizonyítani, hogy csaltam, majd utána lehet magyarázni. Itt van, nézze meg, mindenkiné a számla. Itt van a számla mindenkiné. És az miért csalt? Bizonyíték. Hát itt olyan jó, mert hát egy csendes is. Nekem itt jó. Ez hol dolgozott az előtt? Én bányában dolgozom. Tatabányáról érkeztünk. A Komárom-Esztergom megyei érdekképviseleti liga küldötteként és a város rászoruló lakosainak küldötteként. Milyen célból? Azért, hogy segítséget kérjünk a város olyan jellegű lakosai részére, akik valamilyen formában a közüzemek felé tartoznak. Az energiaárak azok folyamatosan nőtek az elmúlt időszak alatt, és a lakosság ezt a részt már nem tudja kifizetni. Az elmúlt két évben felhalmozódott akkor adósságrendszer, amely megközelítőleg 280 millió forint. Sürgős kormányzati döntésre van szükség és kormányzati beavatkozásra. Én felajánlottam azt, hogy egyrészt egy alapítványon keresztül kezelhetővé válna ez a folyamat, mert 280 millió forintos befektetéssel az állam egyszer is mindenkorra letehetné a válláról ezt a gondot. Az elmúlt két hét folyamán mintegy 300 lakásfelmondási nyilatkozat került kibocsátással a városgazdálkodási vállalattól, mely június 30-án kényszer kiköltöztetése ítélte a lakosságot. Tragédiák majdnem mindennaposak, itt öngyilkosság sorozatokról lehet beszélni, ami nem mindig lát napvilágot. Egyrészt letagadják, másrészt pedig hát nem érdemli meg, úgy látszik, a nyilvánosságot. A megyei liga annyit tudott még elintézni, hogy írt egy pályázatot, ami a Héra alapítványtól 20 millió forintot nyert. Ez első lépcsőként nem lett volna rossz megoldás, csak hogy a másik 40 millió forintot azt nekünk kellett volna hozzátenni, ami ugye egy szakszert részére nem áll elő. Na most ehhez kértünk és próbáltunk meg mi segítséget kapni, amely a mai napig sem realizálódott, így félő, hogy a 20 millió forint is veszni fog. Boros Péter úrnak szerettük volna átadni ezt, a miniszterelnök úrnak, pontosan azért, mert ő talán az egyedüli személy, akire még számíthattunk volna abban, hogy az elkövetkezendő pár napban valamiféle fontos és sürgős intézkedést tud foganatosítani. Nem tudok jót állni a továbbiakban, és nem fogom tudni az embereket visszafogni attól, hogy egy esetleges kényszerintézkedés hatására ne legyen egy össznépi megmozdulás. A kilakoltatás veszélyez körülbelül 1500 embert, mindegy 300 családot fog érinteni rövid időn belül. Ezek kapták meg a felszólítást. A kényszerkikapcsolások sorozatát. Hány ember nem fizette ezt a 260 millió forintot? 9000 adósa van Tatabányának. 9000 család. Ezt a bányász tradíciókat figyelembe véve hárommal kell megszorozni. Tehát ez megközelítőleg 27000 ember. Abban a tudatban jöttek el, hogy most itt. Tehát részben egy olyan válasz. Az is válasz, hogy három napon belül kapunk egy levelet, amely azt fogja tartalmazni, teszem azt, hogy a kormányzat felülvizsgált ezt a dolgot, és első lépcsőként, hangsúlyozni kívánom, első lépcsőként segítséget nyújt a Komárom megyei ligának, ez nekünk elég van. Nekünk ez elég bő. Semmi több, ez nekünk már elég. Régen aktív dolgozó voltam, 46 éves vagyok,
De most kérdezem én önöktől 8700 forintból, hogy fizessen az ember hátralékot, akkor a tárgyhavit, villanyszámla, gáz, és akkor még ott van a tisztálkodás is, ugye, mert az is kellene, kellene egy kis ennivaló is, úgyhogy egyszerűen nem tudjuk. Nem beszélve a június 1-től 100%-kal felmegy a lakbér. Mit fogunk csinálni? Vagy mi a szándékok a polgármesternek? Kikerüljünk az utcára? Hova tesz minket? Vagy beraknak minket egy gettóba, szegényeket? A lakosság oldaláról, akik családi házasövezetben élnek, vagy magántulajdonban élnek, vagy pedig bérlakásban élnek, de rendszeresen fizetik a bérleti díjat, vagy a közüzemi díjakat, a város vezetése felé az az elvárásuk, hogy vagy segítse hozzá a szegényeket ahhoz, hogy ki tudják fizetni ezeket a költségeket, vagy pedig, hogyha kell, távolítsa el ezekből a lakásokból, vagy egy lehatárolt telepre, vagy pedig érje el, hogy elköltözzenek a városból. Annak kell lakást nekik. És akkor ez az egy bizadalmam volt, meg többek között mindenkinek, ilyen szegény embereknek, a liga. És ezt a ligát sem engedik érvényesülni. Mert nem tudnak semmit csinálni. Gond, ahogy én felfogom. Itt többen említették, hogy havonta 1500 forintot fizetnek a ligának. Ez mit akar? Nem a ligának fizetik, hanem a liga egy kezdeményezés által összehozta, illetve létrehozta a közüzemi díjak szolidaritási alapítványát. Ez a befizetett összeg az alapítvány számlájára folyik be, és ebből következnek az átutalások a különböző cégeknek. Most kaptam én egy papírt, városi önkormányzattól, tegnap előtt, de még nem vettem fel, majd meg fogok menni érte. Gondolom, hogy az lehet, mert már többször felszólítottak, hogy lakbért fizessek. Mióta nem fizet? 4 éve. Ez pontosan 4 éve volt, májusban. És mennyivel tartozik összesen? Ezt nem tudnám megmondani. És miért nem tudta fizetni? Mert nincs munkája. Mióta? Most pillanat. 4,5 éve. Hol dolgozott az előtt? Még mielőtt nem lettem munkanélküli, volt városi tanács oktatási nevelési gameszéni, mint karbantartó. És onnan miért, vagy hogy került el? 3 napig nem mentem dolgozni, aztán elküldtek. Aztán miért nem ment? Fizetés volt. És tudja, mi van utána. Nem tudom. Elvált fiatal ember. Nem tudom, mi van utána. Elmentük a srácokkal kocsmába. És 3 napig tartott? Hát, majdnem. Nem 3 napig tartott. 3 napig kellett még kihozadítani az ember. Ő gyermek édesanyja vagyok. 4 gyermekem van idehaza. A legnagyobb kislányom nem tud el, pontosabban a fiam nem tud elhelyezkedni, mert semmi nemű szakképzettsége nincs. Ő 20 éves, katonaság előtt áll. Akkor van a 19 éves lányom, szintén nincs szakképzettsége, ezért nem tud munkába állni. Akkor van egy olyan leányom, akit fölvettek volna a dolgozó gimnáziumába, közben terhes lett, megszülte a gyermekét. Most 5 hónapos a Nikolett, hát ő ezért nem tud dolgozni. És még pillanatnyilag ezt az úgynevezett, milyen, hogy mondják ezt, amit kapnak, gyes, méltányossági gyes, az se kapja. Úgyhogy, és van még egy 7 éves kislányom. A fűtés hátralék, akkor az édász, lakbér, hát ez a 3, ami nagyon sok. Hát bizony, az közel van a 200 000 forinthoz. Ezben minden benne van. Ez 4 évre visszamenőleg. Csak 8 általánosom van. Még nem dolgoztál sehol? De már dolgoztam szőlősen a gazdaságban. Mit? A tyúkokkal foglalkoztam. Mit kellett velük csinálni? Meg kellett etetni, meg a tojásokat összerakni. És hogy telik egy nap? Nehezen. Érdekelni kellett az önkormányzatnak természetesen, hogy fölvállalja az utcára költöztetést, miután a bírósági ítéletek száma növekedett, a lakbérhátralékosok száma növekedett, megoldás nem volt.
Végül is a tavaly márciusban a közgyűlés felvállalta az utcára költöztetésnek az ódiumát. Nem hitték el, hogy megmerjük csinálni. Megcsináltuk. Hát volt egy ilyen hátsó szándékunk is, igen, hogy legalább aki tud, az fizessen. Még mindig a 89-es, 90-es, 91-es bírósági ítéletekkel rendelkezőket fogjuk kilakoltatni, mert lesz kilakoltatás. Hogy érezte itt magát? Szerette ezt a lakást? Nem. Miért? Nem, mert hozzá voltam szokva a zárt lépcsőházas épületekhez. Ez egy körfolyósos épület. És most mit gondol, hogy zárt lépcsőházasba fog kerülni? Nem hiszem. Én legalábbis tudom a kilakoltatottakat hova teszik. Hova? Hát úgy hívják Tatabánya, hogy Tatabánya egy Chicago. Ezt a... Sokan tudják, hogy Mésztelep, Tatabánya Mésztelep. Azt fogom csinálni, már elszántam magamat, mert úgyis már tele van a életem mindennel. Azon a napon, amikor meghallom, hogy jönnek kopogtatni az ajtón, ide fogok készíteni egy 2-3 liter benzint. Tudom, a rendőrre fognak jönni, az 100%. Nem engedem be őket. Mihez hallom, hogy betörik az ajtót, gyorsan ellocsolom magamat, megvárom, míg bejönnek, kezembe fogom a öngyújtót, a gyufát is, akkor puf. Megteszem. Megteszem, mert senki sincs. Segíteni, hát maga gondozta eddig is. Hát. Én nem gondoztam. Én hát csak 2-3 napja vagyok így. Ja, hát. És egyedül él a bácsi? Igen, egyedül. Akkor csak egyedül lesz ő? Most a fiam? Vagy hát fölmegy maga is? Én megyek, én csak segítek neki. Na jó, akkor mászon gyorsan, és akkor vigyázzanak, kapaszkodjanak, nehogy aztán. Én csak segítek neki. Jó, akkor menjenek. Jó. De üljön akkor le ide valamit, nehogy aztán leessen valami kapaszkodjanak. Ne úgy lehessen. Majd legalább lesz a cigányoknak, azoknak van úgyis Magyarországon becsületük, meg a romároknak, meg mindenkinek, csak a magyar népnek nincs. Voltam tegnap is, meg ott semmi takarít. Én nem loptam, nem zsaroltam, én 25 évig betegen, egyesével ne dolgoztam a mindenetőben. Én is feldolgoztam 24 évet a vágónak, Zsabi is. Várjál, csak még az újságba is belefogom, még külföldibe is, mindegy két gyereknek németbe megírom, hogy mit csináltak. Ne félj! Négy gyereket fölneveltem, de minek? A város önkormányzata nem az utcára helyezte el ezeket a családokat, hanem biztosított számukra úgynevezett szükséglakást. Ez a szükséglakás nem igazán a jogszabály szerinti szükséglakás, hanem annál jobb. Konyha, szoba tartozik hozzá, az valóban igaz, hogy komfort nélküli, de végül is emberi lakhatásra alkalmasabb, mint a jogszabály szerinti szükséghelység. Úgy kaptam át a lakást, hogy tészent és víz volt. Itt a lakásba nem lehetett bemenni. Csapok le voltak törve, teljes mértékben a víz ömlött. Ott is úgy kellett megcsinálni, hogy a víz, hogy ne folyjon.
Nekem 5200 forintom volt, 3500 forint volt a rezsi, nem bírtam fedezni. Emiatt volt nekem hátralékom, ezért lakottattak ki. Mit pakoljak én össze itt? Nem pakolok én semmit, csak így marad, vigyék, ahova akarják. Én meg egyenesen megyek a vasútnak, aztán kész. Tanyán nőttem fel, volt erdő, bányatavak, ott aztán lehetett mindent csinálni, amit akart az ember. Főleg nyári szünidőben. Sokszor majdnem meg sírok is rajta. Csak nincs kiút, abszolút nincs. Legalábbis előttem nincs kiút. Nincs. Én az életben soha nem fogom összeszedni magamat. Soha. 42 éves vagyok. De hogy én nekem még egyszer legyen, új bútoraim, lakásom, meg ilyesmi. Ez kilátástalan. Én azt mondom, hogy ez a Liga alapítvány az, ami a legemberibb pillanatnyi helyzetben, amit itt egyáltalán el lehet képzelni Tatabányán. Azt szeretném elmondani még Horváth Jánosról, hogy az, amit ő csinál, az valójában ember feletti. Nagyon sokat harcol, nagyon sokat küzd, tényleg éjjelét nappal át miértünk teszi. Találkoztam már emberrel, de ilyen emberrel még soha életemben. Rengeteg levél érkezik, ami beleírják a bérlők, hogy szerződést kötöttek a Ligával. Decembertől úgy tűnik, hogy ezek a szerződések folyamatosan kötődnek. Egyetlen egy szerződést sem tudott egy bérlő sem megmutatni. Mindössze egy kis két-három soros igazolást tudnak felmutatni, amelyben az áll, hogy távfűtési díj és lakbér hátralék fejében havi 1500 forintot fizet a bérlő, illetve mutatják a befizetési csekkeket a bérlőink. Innen tudjuk, hogy ők szerződést kötöttek a Ligával. Semmiféle írásbeli nyoma nálunk ezen kívül nincs annak, hogy a Liga a világon létezik. A Városgondnokság szerint az ott jelentkező bérlők azt mondják, hogy a szerződésekből ők nem kaptak példányt. Tehát a szerződések itt vannak nálunk, ezek itt élnek. És egy másodpéldányt nem adtak nekik? Nem. Miért? Ez adminisztrációs hiba. Erre későbbiek folyamán döbbentünk rá. Hogy a pénzek hová folynak be, mi nem nyomoztuk, ide hozzánk nem. Sajnos olyan rendkívül nehéz helyzetekbe is kerültünk, amikor azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag alacsony hátralékkal rendelkezett a bérlőnk, 10-15 ezer forintnyi hátralékra gondolok itt, a konkrét esetben erről volt szó, ezt az összeget a bérlő már a Ligának kifizette. Mi pedig fel kellett, hogy mondjuk a bérleti jogviszonyát. Tehát ha ide fizetett volna, már nem lenne hátraléka, már nem lett volna jogalapunk, hogy mire fölmondjuk fel a bérleti jogviszonyt. Így viszont azt kellett mondanunk, hogy nincs itt a pénz. A hátralék fennáll. Jelente valamilyen jogi akadályt vagy problémát az, ha a kilakoltatáskor nincsen otthon a tulajdonos, illetve a bérlő?
Nem, semmi jogi gondot nem jelent, ugyanis a bérlő pontosan tudta, hogy a mai nap során végre lesz hajtva a polgármesteri hivatal határozata. Neki erre számítani kellett, láthatóan nem készült fel a kilakoltatás, ez nem lep meg bennünket, mert az utolsó pillanatig sem hiszik el, hogy valóban végre lesz hajtva. Neki kellett állnunk a munkának, igazság szerint ilyen esetben nagyon precíz jegyzőkönyvben rögzítjük, hogy mit találtunk a lakásban. Tanúk jelenlétében történik a kilakoltatás, elég sokan vagyunk, egy rendőrszakasz is felügyel bennünket, úgyhogy nem fordult még elő az eddigi kilakoltatások során, hogy bárki is megvádolta volna a munkatársainkat, hogy bármi értéket eltulajdonított. Rendkívül gondosan, óvatosan pakolnak a kollégák, törésre sem volt példa, mert arra is figyelnek, hogy a tányérok is talán lehet hallani, hogy éppen csörömpölnek, de úgy fogják levén, hogy egy darab se fog eltörni belőle. Munkanélküli vagyok már. Nem kapok semmi segélyt, se unat se. Egyáltalán. Hát most egyáltalán mibi fizessek itt 2-3 ezer forintot? Nem tudok fizetni. Mert még kajám sincsen. Nem az, hogy még fizessek. Miből él? Honnan eszik egyáltalán? A személydombró. Igen, a személydombró. Megmondják, itt vannak az embereknél. Igen, hogy oda járok. Jó, hogy jogos, ami jogos. De az, hogy még mi szólva tesznek? Az nem. Se parketta, semmi nincs, se ajtó, se ablak, tető. Tető sincs felettünk. Úgyhogy ez a kormánytól nagyon rossz, hogy jön ki. Úgy érezzük, hogy a mai napon elfogyott a türelem. Azért is, mert olyan eset fordult elő éppen a tegnapi napon, amikor egy fogyasztóhoz elmentünk, hogy a melegvízszolgáltatást kikapcsoljuk, majd bejött délbe, és bemutatott egy slejfnét, amit a Liga szervezetnél kötött, hogy belépett a alapítvány tagok sorába 1500 befizetésével, és neki azt ígérték, hogy ezzel az 1500 forint befizetésével nyugodtan menjen el a komtárfőhöz, ott el fogják fogadni, a szolgáltatásból nem lesz kizárva. Én azt állítottam elejétől fogva, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy ezeket a közüzemi díjakat fizetni kell. Csak meg kellene vizsgálni, arra kértünk mindenkit, vizsgálják meg azt, hogy ezek az emberek hogyan tudják fizetni, vagy egyáltalán tudják-e és miből. Most önök felajánlották azt a komtárfőnek, hogy ennek érdekében készítenek környezettanulmányt. Igen. És azt hiszem, hogy erre kaptak kölcsönt is. Igen. A komtárfőtől. Igen. Mennyit? Hát ennek az összeg, ez nem hiszem, hogy ide tartozna, nem egy jelentős összeg ahhoz, hogy közel 300 aktivistánk járt a várost, és hogyan mondjam, hogy 4764 lakásba csöngettünk be, és végeztünk el környezettanulmányt. Hát talán csak nem titok a komtárfő. Természetesen, hogy nem titok, ez pontosan 1 millió forint. A komtárfő úgy értesültünk, hogy keresi önökön ezt az 1 millió forintot. Igen, nincs semmi akadálya, elmondtam a komtárfőnek, hogy a mai napon írtunk egy szerződést, hogy ez rövid időn belül vissza lesz fizetve. Mennyit használtak föl ebből az összegből? Az összeset. Mennyit? Az összeset. Az 1 millió elment? Igen. Az önök számláján jelenleg van most 1 millió forint, amiből ezt visszafizetjük? Jelen pillanatban nincs. És mikorra kell visszafizetni? 10 nap. És miből lesz? Mi lesz, ha nem lesz? Lesz. Én ezt tudom, hogy lesz. Köszönöm a pontosságot. Miről tud beszámolni, mi a helyzetünk most? Hát a tegnap és a tegnap előtti megbeszélésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, és azt az ígérvényt kaptuk, hogy július 26-ára kb. Az egészet egy összegben tudjuk rendezni. Július 26-ára azt az 1 millió forintot, amit múlt év decemberében adtunk. Igen, értem.
Most erre vonatkozóan akkor köthetnénk egy megállapodást, ugye? Semmi akadályát nem látom. De ez a megállapodás egy olyan inkasszós megállapodás, amelyik azt tartalmazza, hogy én jogosult vagyok a mai napon egy inkasszót benyújtani a meghatározott számlára. Jó. Elmondaná a részleteiben, hogy pontosan mire fordítodott fél év alatt 1 millió forint? Hát igen. Gyakorlatilag az állandó utakra, tehát az úti költségekre, a buszoztatásokra és különböző külön telefonokra, levelezésekre, és hadd ne ragozzam tovább a dolgot. Körülbelül hány személy és mennyit utazott? Hát körülbelül olyan 150-200 személy, aki állandó jelleggel járt a várost. Úti költségre fordították igen, ezt igen, a pénzt? Igen. Vagy tiszteletdíjra is? Nem, úti költségre. Önnek hány forint értékben térített a Kemlig autóbuszjegyet? Nekem semennyiben. És a munkatársainak? Tudomásom szerint senkinek. Ha valaki kapott volna, önnek tudnia kellene róla? Hát én úgy érzem, hogy tudnom kéne. És mivel én dolgozom a legrégebb óta ott és folyamatosan, én nem hiszem, hogy valaki is kapott, ha én még nem. Nem titok ugye, hogy gyakorlatilag azért vette meg a Kemlig a Kft-től a Kemlig az autót, mert hát ebben az ügyben kellett nap mint nap Budapestre szaladgálni. Tehát nincs idő is, és nincs lehetőség, nem volt lehetőség arra, hogy vonattal menjünk, amikor mit tudom én egy fél órán belül, vagy akár egy órán belül váltak bennünket valahol. Tehát ebből a pénzből vettek egy gépkocsit? Így van, hogy mobilizálhatóvá tudtunk egyáltalán lenni. Milyen gépkocsit vásároltak? Egy Audi 200-ost. Jól megy? Hát 200-240-et bírja. Nem esik ránk semmi, remélem. Ennyi készót csinálni. Hú, hát miért? Van itt pásztakós is. Ja, megkérdem ezeket. Melyik a 9-es? A számokat én nem látok rajta. Most ne haragudjon. Most viszont se tudok inni? Nincs sap. Itt ki kell járni az útra. Na ne vicceljenek azért már. Ez nem vicc. Ez nem vicc. Hát ilyet még nem láttam. Ilyen Magyarországon előfordulhat. Hogy se víz, se villany. És előfordul, uram, hogy 80, 100, meg 120 ezer forintokat nem fizetnek be. Ilyen is előfordul. Tudja, mennyibe kell egy villanyórát vissza kötni? Tudom. 10-11 ezer forint. Tudom. Én azt is tudom, mennyi most egy havi lakbér. Azt is tudom, mennyit kell fizetnem a vízért. Képzelj el. Mennyi lesz? Én is egyedül nevelek 600. Egy gyereket, senki nem kap tőlem síró görcsöt. De könnyen beszélek. Persze, én könnyen beszélek, mert én is otthon ülhetnék 20 ezer forint munkanélküli segéllyel, több részegen feküdhetnék egész nap, igaz? Na, erről van szó. Én most nem arra szemparra nekem gondoltam. Dolgoznom kell azért, hogy el tudjam az egy szem gyerekemet tartani, mert nekem senki nem ad segélyt, képzelj el. De megkapja a gyerektartást. Kitől kapok gyerektartást? Van egy férjem, akinek nincs lakása, aki egy ugyanilyen. Se villany, se víz, semmi az égvilágon. Tehát villany már ott sem volt. Az nem volt probléma, mert ott utcán volt. Hát kinyitottam ablakot, nyugodtan lehetett bent a lakásba is közlekedni. Bevilágított. De hogyne, persze, utcai lámpa mindjárt ott ablakom előtt. Itt meg nincs.
Na de itt szép növények vannak. Ha, és az, amit érek én növényekkel? Hát szép. Az nem fog világítani nekem. Szeretsz itt lakni? Hát igen, mert hát itt olyan jó, mert hát egy csendes is. Nekem itt jó. Hány testvéred van? 3, és én vagyok a negyedik, a legnagyobb. De már anyu vetette is el. 2 elment el, és 2 vetetett. Királylány lehetsz, azt akarod. Arany lesz hintód, s ezüst a fogatod. Sárkánytól, rabságtól, ó, ne félj. Táncolj a szélben, s csak jót remélj. Őrzi majd álmod egy hős vitéz. Nő lesz, meg lesz. Mindent, ha kész, ágyban ér az ébredés, máshol szürke emberek közt, de csak mindig légy vidám. Komárom Esztergom megyei főügyészség, megyei érdekképviseleti liga ügyében kérem az idézetteket, szíveskedjenek a tárgyalóterembe fáradni. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az Egyesület engedély nélküli betétgyűjtéssel foglalkozik. A jelentés közüzemi díjhátraléka rendelkezőktől havonta 1500 forint összeget fogad el, amelyet ismeretlen helyen és célra helyez el. Az átvett összegekről nyugtákat állít ki a liga képviseletével megbízott Horváth János tatabánya, ifjú munkásút 44 szám alatti ideiglenes lakos, ugyanakkor az Egyesület által vezetett naplófőkönyvben ezek az összegek elvétve jelentek meg bevételként. Hogyan tárgyaltak? Mint alapítvány, vagy mint liga? Tisztelt bíróság, ezeket de emeljeket. Elment a belügyminisztériumhoz, elment a igazságügyminisztériumhoz, nem tudom még mi, amiket elmond. Minisztériumhoz. Hát hogyan jelent meg ott, mint alapítvány, mint liga? Mint társadalmi szervezet? És ezek az országos hatáskörű szervek, ezek a minisztériumok elfogadták önt tárgyaló partnerül, és megígérték, hogy adnak támogatást, pénzeszközöket. Hivatalos papíron van, ha szükséges, el igen. Tudom mondani. Mennyiben kapott felhatalmazást ez a liga erre? Hát egy nem létező alapítvány nevébe járt el. Nem tud rá válaszolni? Nem. Ez a Juszta egy szóval sem említette nekem. Mit gondolsz? Van önöknek egy KFT-je. Igen. A Kemblik a KFT. Gyanítják, hogy a pénz valamilyen gazdasági vállalkozásba folyik. Nem hogy a Kemblik a KFT-nek bármi köze lehet ez az ügyhöz? Nincs. A Kemblik a KFT azért jött létre, hogy bizonyos számú munkanélkülieket tudjon foglalkoztatni. Ön a KFT-ben milyen szerepet tölt? Vezető igazgatója vagyok. És mekkora a forgalma? Minimális. Tehát a felvett hitel az gyakorlatilag éppen, hogy mindig megtérül. Mekkora hitelt vettek fel idáig? Nem sokat. Körülbelül? Nem sokat. Sokan a megmentőjüket látták önben és a ligában. Szegények patronusának mondják. Fölmérte, hogy esetleg börtönbe kerülhet? Igen. Végig gondolta? Végig.
kilakoltatás előtt álltunk, kaptunk ilyen felszólítást, mert el voltunk maradva lakbére sajnos, szóval elég komoly összeggel egyébként van, 90 valamennyiben, 90 ezer forint a 6 gyerek, és akkor én meg a nejem. Hát jelenleg ő a nejemnek van a gyede, a Hunyadi kórházban dolgozott, most ő gyesen van, tehát a hetedikkel van, most ő állapotban, hát ő meg a családi pótlék, meg van ilyen rendszeres nevelési segéd is, amit kap 4800 forintot. Hát arról van szó, hogy sokáig nem bírunk itt lakni, mert a körülmények között, de ismétlenem a emberek véget, meg a lakók véget mondom ezt, hanem maga a körülmény, ez egy elég régi település, úgy állnak a dolgok, akkor nekünk valószínűleg, hogy elmegyünk Kecskemétre, a rokonokhoz, vagy valahova. Ezt a lakást megkaptunk, és akkor rendezkedtünk. Úgyhogy helyre pakoltunk, meszeltünk. A kisgyerek ott ült kint a lépcsőn, és vagy két napig mindig mondta, hogy menni akar haza a kertvárosba. És mondtunk neki, hogy már oda nem tud hazamenni, mert hogy oda nem lehet hazamenni, hogy itt kell, hogy lakjunk. Még este is szokott sírni, mindig az apja mellett aludt. A kisgyiga meg Aranka jött a játszóról, és kérdeztem, hogy hol a Sanyika. Mondták, hogy velük nincs. És jövök be, mondtam Zsigának, hogy Sanyika, azt mondta, hogy a játszóm van vele, hogy a többi gyerekkel, hogy nincs bent. És akkor jött ez a szomszéd asszony, aki ebbe a lakásba lakott, akit kipakoltattak, és azt szólt, hogy egy kisgyereket elütött a vonat. De én még eszembe se lett volna, hogy az a mi kisfiunk, a Sanyika. Zsiga előbb odaért, mint én, de már akkor ott voltak a rendőrség, meg a mentő, meg ilyen, nem tudom, még olyan halottos vizsgálók. És akkor Zsiga meglátta a kisgyereket a árok szélén. Ott feküdt a Sanyika. És amikor mondta nekem, hogy a Sanyika, én akkor ott a késén között rosszul lettem, és úgy kapartam magam körül a követ. Reggel ébredtem arra, hogy kopogtatás volt a ablakon, és kijöttem, kinyitottam ajtót, és mondta, hogy rendőrség. Mondta, hogy maguk a csorbáik, mondom, igen. Mondta, hogy a férje, hát mondom, Majnikának mennyi, nézd meg apádat a szobába, mert azt hittem, hogy ott bent alszik a másik ágyon a szobába. Bement a Hajni, kijött, és mondta, hogy nincs az apu. Kérdeztem, hogy miért keresik, azt mondja, mert egy férfit elütött a vonat fönt itt a sineken, akkor én tudtam, hogy a Zsiga, és akkor a fia, a Zsigának a nagyfia, meg a öcsém, az fölmentek ide a sinekhez, és ott hát meg kellett nézni, hogy a Zsiga az, vagy nem, és ő volt az. És akkor engem bevittek a pszichiátriára. Ő már ebben nem bírta, ő nem bírta elviselni azt a fájdalmat, ami az ő kisfiába történt. Nagyon szerette, együtt feküdtek, együtt ébredtek, és mindent megtett a kisgyerekért, mindent. És egyik kicipőjét elvitte magával, a másikat azt itt hagyta nekem, Sanyikának a cipőjét. Jó, mert nem milliók vannak benne, az az 1500 is egy családos anyának 1500 forint. És mégsem verem a tamtomot, mert attól nem lesz pénzem. Nagyon veri a tőnököt, akkor lesz pénz. Én az biztos, hogy meg is csapkodom, ha ma nem lesz pénz. Akkor lesz pénz. Abba nyugtassa meg magát, hogy én megcsapkodom. Mert én már 12-től ide járok, reggeltől estig. 8000 forintos nyugdíjban. Jártál te ide gyűlésre minden hónapban? Téged basztak ki veled? Téged vezettek félre, vagy minket? Azért ne járjon a szád, tudod? Tehát akkor feljöttünk azért. Magyarul futhatunk a pénzünk után?
Nem csak, hogy hát két óra, most mit csinálunk? Hát igen, de az úr megmagyarázta nekünk, a kedves nem úr, hogy kettő és három között hozzák a pénzt. Jó, hát akkor tehát ő ezt mondta most itt nekünk, hogy kettő és három között hozzák a pénzt, és én erre feltettem azt, hogy mi az, hogy kettő és három között hozzák azt a pénzt, holott ő azt mondta, hogy egy ügyvédnél van ez a letéket. Na most ő hívja már mióta az ügyvédet, és tegyük föl, ha nem jön ez az ügyvéd a pénzzel. Menjenek le, legyenek szívesek, jó? Menjenek le. De fölösleges, mert zavarják a többi munkát. Nekem nem hiányzik az, hogy cirkusz csináljak. Csináljak. Maga fejezze be, mondtam magával, nekem semmiféle tárgyalni való nincs. De akkor miért nem mondta meg? December 28-án tegnap kaptunk egy levelet, hogy... Én elhiszem, mert amúgykor is mutatott már négy vagy öt levelet. Vakon megbízunk magába. Nem olvasom, mert nem, engem ami, nem ez érdekel. Rosszul, nem ér engem nem ér. A pénz érdekel, hogy hol a pénz. De a pénz hol van. De miért nem fizetnék be izének a ingatlannak, ahova tartozik a sok szegény ember, aki idehozhatta pár forintját. Oda kellett volna befizetni. Már utólag az ember. Utólag már gyöngyokosnak lehet. Már az elején is az volt a furcsa, hogy ki az a hülye, aki segít rajtunk. Ennyi baszogatás után, ne figyeljem, már a földalról is előszedtem volna a pénzt, és odaadtam, hogy csak hagyjanak békén. De ha itt lenne lálam, az Úristen itt neki. Na de hát hol van? Hát ez az. Azért nem, mert nincs. Na de itt rögtön úgy kezdi, hogy az alapítvány részére, az alapítvány számlájára minden hónapban 1500 forintot fizet meg, amelynek kezdő időpontja 94 március hó. Ugye? Hát itt van. Hát ő volt az egész alapítvány. Magánszemélynél van a pénz? Ki az ügyvédnek a neve? Dr. Orosz Miklós. Hol lakik? Budapesten. Milyen telefonszámot hívott állandóan az ügyvédnek? Magány. Hogy én milyen számot hívtam? Én mondom. Igen. 06. Igen. 1276. Igen. Igaz? Igen. 9053. Nem tudom. Nem valószínű, hívtam? Hogy az nem tudom. Azt hívtam? Nem tudom. És mi jelentkezett? Mi jelentkezett? Üzenetrögzítő. Így van. Így van. És akkor miért hiteget bennünket? Miért hiteget? És most elmondom, hogy ki ez a telefonszám. Igen. Most elmondom, ha remek, ha nem. Igen. Megmondom. Böszörményi Lajos. Igen. Tehát nem is ez, hogy Orosz Miklós. Aha. És megmondom, 9. kerület. Pési Hubertú 16. A cím se egyezik. Hívja fel? A cím se ugyanaz? Hogy hol szerepel a telefonszám? Itt a cím. Van telefon, itt a cím. Azon a néven és címen. Uram, maga nagy szarba van. Nem fejtette be a pénzt, akkor miért nem tudta idehozni? Most mondtam, hogy hol van. De mi bizonyítani. Nem vagyok hajlandó, ő fejétlen, elmondani. Ne ütögesse előttem az asztal. Azért álljon meg, ne ütögesse előttem az asztal. Engem ki lehet készíteni idegileg, el lehet készíteni, el lehet csinálni. Hát miért? Ki volt az, aki csalt? Csak egy ki volt az, aki csalt? Nem én voltam, aki csalt. Hát itt, akkor miért nincs itt a pénz? Be kell bizonyítani, hogy csaltam, majd utána lehet hát, magyarázni. Itt van, nézze meg mindenkiné a számla. Itt van a számla mindenkiné. És az miért család? Bizonyíték. Miért? Nem tudja vissza. Miért? Nem tudja vissza. Mikor jön a pénz? Kettős három óra. Nem, megállt az órám, azt néztem elnézést. Három óra van. Hiába van, beállítottam az előbb is, megállt az órám, azt néztem. Hitettél bennünket, János, se a komtáfőnek, se az IKV-nak nem fizettetek 10 fillért. Hogyan tudtad róla befizetni? Hát, amit befizettünk, amit befizettünk, abból lehetett már volna szortírozni, nem János? Nem. Most engem is elégettél, öregem, engem is, ugyanúgy. Nem lehet. Mert én is társadalmi munkában itt dolgoztam neked, írtam a szerződéseket, vállaltam az embereket, ugye? Beszéltem az emberekkel, türelmesek voltam. Dumáltam nekik, hogy várjatok még egy kicsit, sehol sem, mindenki kapta sorba a felszólítást. Most engem is ugyanúgy eláztattál, hallod? Az két családos anya vagyok, ám János. Én is megyek ugyanúgy az utcára, mint bárki más. Hol a pénz? Maga egy nagy nulla. Hónapjának folyamában reggel fél 8-kor ki kellett volna költöznünk a lakásból, hatóságilag.
És a mi lakást kaptunk ennek fejébe, az elfogadhatatlan, mivel kisgyermekkel vagyunk kettővel is, és mivel egy hónap reggel jönnek, én megelőzve ezt elköltöztünk, elhagytuk ugyan a lakást, de szóval feltörünk egy lakást, és megpróbáljuk ott egy darabig.